elindítjuk akkor a mai webináriumunkat, az üzletileg is megtérülő shopping kampányokról lesz ma szó. Erről a témáról korábban, azt hiszem tavaly szeptember környékén beszéltünk már az egyik zárt körű webináriumunkon, akik ott voltak esetleg partnereink közül azoknak talán nem lesz újdonság, de ismétlés a tudás anya, illetve azóta vannak új feliratkozóink, új webináriumozóink, úgyhogy biztosan biztos vagyok benne, hogy tudunk azért egy-két új dolgot is új dolgot is mondani, vagy olyanoknak is elhinteni a shopping kampányokkal kapcsolatos best practice eket akik még nem találkoztak vele. Úgyhogy vágjunk is bele. Én azt mondom, sziasztok mindenkinek. Vágjunk is bele röviden. A Grow Digital-el nagyjából 7 év shopping tapasztalatunk van itt a közép-kelet-európai régióban, főleg értelemszerűen ugye Magyarországon és környékén 2019 óta van shopping, Azóta nagyon sok kampányt láttunk, nagyon sok fiókot eh, láttunk, tanácsadásokat is eh, csinálunk ugye Roy Shopper eh, partnereinknek, úgyhogy eh, azt gondolom tudunk eh, hitelesen és, eh, és szakmaian eh, beszélni a shopping kampányokról. Roy Shopper megoldásunkkal eh, Comparison Shopping partnerek is vagyunk, a Google-nél, és uh, biztosan sokan találkoztatok már a shopping.growdigital.com oldallal, ahol minden hasznos információt igyekszünk megosztani a shoppinggal kapcsolatban. Uh, kaptunk kitüntetést is a, a Google-t, uh, Comparison Shopping Partnerként részt vettünk tavaly negyedik negyedévben a uh, CSS Rewards programban, ahol uh, Optiskor növelés célnal haladtunk előre, és sikerült elérnünk a kitűzött célokat, úgyhogy egy ilyen szép kitüntetést, oklevelet is kaptunk érte a Google-től. Úgyhogy szerintem tudunk jókat mondani. El is árulom, hogy mi lesz ma szó. Egy rövid elkereskedelmi nagyképpel kezdünk. Ugye nagyon változó, nagyon hullámzó külső befolyásoktól is, Külfő, külső befolyásoktól sem mentes, ugye ez az elkereskedelmi iparág, ezt követjük, vagy ennek az alakulását, trendjeit követjük, erről egy friss pillanatképet hoztam. Utána néhány nem annyira alapbeállítás a shopping, illetve performance max kampányok házatájáról, amit bizony sokan elfelejtenek, vagy nem vesznek komolyan, vagy, vagy, úgy hagyják az alapbeállítást, és nem feltétlenül jó. Úgy ezekhez hoztunk pár tippet, és a, a fő vonala a mai prezentációnak, vagy webináriumnak, ez a Shopping for Business Objectives keretrendszer, amit nem mi találtunk ki, a Google találta ki ezt a kifejezést, de maga a keretrendszer az az egyébként teljesen logikus és, és egy nagyon izgalmas történetről szól, hogyan optimalizáljuk úgy a shopping kampányt, illetve kampányokat ebben az esetben, hogy abból a lehető legjobb üzleti eredményt hozzuk el. Azaz van élet a ROAS optimalizáción túl, hogy mi, erről lesz majd a harmadik részében szó a webináriumnak. De először is, miről nem lesz ma szó, nagyon sokat beszéltünk már a, feed optimalizálásról, shopping feed optimalizálásról, ezekkel kapcsolatosan ajánlom figyelmetekbe a shoppingos aloldalunkon található blogbejegyzéseket, cikkeket, illetve nem lesz ma szó shopping campaign management alapokról, nem onnan indulunk, hogy hogyan kell egy shopping kampányt elindítani, Feltételezzük már mindenkinek van legalább egy shopping vagy intelligens shopping kampánya, amit több-kevesebb sikerrel, eredménnyel tud futtatni. Arról lesz ma inkább szó, hogy ezeken hogy lehet finomhangolni, tovább optimalizálni. De mielőtt belevágunk, és hogy ne csak én beszéljek, kicsit mozgassátok meg az ujjaitokat, ti is egy gyors felmérés melyik területet képviselt, honnan jöttél. Kíváncsiak vagyunk. Köszi a szavazatokat, várunk még egy kicsit. Még mindenkinek lehetősége lesz megválaszolni a kérdést. Vannak uh, itt uh, elkereskedő ügynökségi oldalról is uh, uh, vagytok egy páran, uh, nagyjából ugyanennyi freelancerek, és egyéb válasz is érkezett, összesen 8. Köszi szépen, nagyon hasznos, hogy megosztjátok ezeket velünk. És akkor gyorsan egy uh, rövid, uh, magyar, elkereskedelmi nagykép, Ugye 2020 éveleje óta követjük ö, ö, több fiókon ö, és ezek átlagán keresztül azt, hogy hogyan alakul a keresés és shopping ö, hirdetéseknek a, a trendje, illetve az átkattintási árak átlagai hogyan alakulnak. Nagyjából az idei év, itt az, a, a grafikonnak a jobb, jobb szélső ö, oldala, nagyjából. Ö, statikus abban a tekintetben, hogy mind költésben, mind CPC-ben egy viszonylag nyugalmas időszak van mögöttünk, aztán azért tudjuk, hogy sok minden történt ebben a két-három, majdnem három hónapban idén. Volt itt ugye eszi a visszatérítés, ami azért nagyban befolyásolta az elkereskedelmi vonalat, aztán háborús történet szintén meglátszik itt a, a, a számokon, de alapvetően továbbra is azt látjuk, hogy egy 2020 évelejéhez képest kettő és fél háromszoros bevételeket látunk, egy egy jelentős növekmény van a két évvel ezelőtti ével állapothoz képest, és, és ezen nagy mértékben, legalábbis rövid távon itt a, a külső külpolitikai események sem tudtak jelentősen változtatni. És akkor mielőtt belevágunk a, a shopping kampány optimalizálás részébe, egy következő kérdés gyorsan, nehogy... Nehogy elfelejtsük, vannak-e már shopping vagy performance max kampányaid, és ezeket Google Shopping-ban futtatod-e, vagy használsz valamilyen CSS és CSP megoldást esetleg, including Roy Shopper, hogyha már ismered és használod. Úgy látom még nagy többségében, bár még érkeznek a szavazatok, nagy többségében shopping vonalon megmaradtatok még, mindjárt, ha beérkeznek a szavazatok, akkor, akkor meg is mutatjuk az eredményeket. Alapvetően, vagy használtok már shopping kampányt, és viszonylag kevesen ugyan, 5-6 százalék, aki már váltott Performance Max-ra, Úgyhogy kíváncsiak, esetleg kommentben osztjátok meg a, a tapasztalataitokat a p ról Nekünk alapvetően jó tapasztalataink vannak. Smart shoppingot legalább úgy tudja futtatni, vagy legalább azt az eredményt tudja hozni, mint a smart shopping, és bizonyos esetekben még egy picivel jobban is teljesít a, a P-Max. Úgyhogy folyamatosan zajlik az átállás nálunk. És ö, ahol egyébként a következőkben, ahol ö, shopping vagy PMAX kampányról lesz szó, ö, jelezni fogom, hogyha itt eltérés van, de alapvetően mindaz, amit shoppingban meg tudunk oldani, az a Performance Max kampányokra is ugyanúgy igaz. Na, néhány alap, vagy nem annyira alap beállítás, amivel, amivel bizony lehet plusz bevételeket, plusz eredményt kisajtolni a shopping kampányokból. Az első nem is annyira shopping specifikus, hanem inkább általános Google Ads téma. A ami arról szól, hogy a tanácsadások alkalmával, vagy konzultációk alkalmával sok helyen látjuk, hogy még mindig a Google Analytics-ből importált last click alapú célokkal operáltok sokan a Google Ads fiókban. Mi azt tapasztaljuk egyébként, hogy több okból is a Google Ads saját konverzió mérése az előnyösebb lehet az optimalizálás szempontjából. Azért, mert egyrészt több konverziót tud bemérni, nem csak Last-Click alapon, hanem tényleg Data-Driven alapon és olyan konverziókat is tud mérni, ami az analytics ugye nem kerül át, gyorsabban átkerülnek a konverzió, gyorsabban bekerülnek a rendszerbe a konverziók, ezért akár napon belül is tud és nagyban tudja segíteni az autobidding megoldásoknak a hatékonyságát, hogyha ezek a konverziók hamarabb és, és, gyorsabban bekerülnek a rendszerbe, pláne ha mondjuk egy akciós napról, esetleg Black Friday-ról beszélünk, ahol, ahol, az már rég késő, hogyha egy nem tudom, 24-48 órával később érkeznek csak meg az adatok az Analytics-ből. Úgyhogy ezen felül az attribúciós modell is teljesen más, sokkal több adatból, sokkal gyorsabban tud dolgozni a rendszer, és több konverziót tud figyelembe venni, és akkor még ne felejtsük el azt a vonalat is, hogy consent mode kapcsán ez ugye, ha rendesen és jól be van állítva, akkor ez kompatibilis a Google Ads konverzió mérése, illetve az Enhanced Conversions beállítás, ami az idei évben egy kiemelten fontos része a konverzió mérésnek, privacy fókuszú konverzió mérésnek, ez is szintén Google Ads konverzió méréssel tud működni, így önmagában a Google Analytics-hez képest több konverzió alapján gyorsabb konverzió mérés vagy hamarabb megjelenő konverziókkal és plusz funkciókkal gazdagodva, több adatot tudtok adni, tudtok szolgáltatni az algoritmusnak több adatból általában jobban, jobban tud dolgozni a rendszer, és a kampányok is sikeresebbek lesznek. Ha a nap végén egyébként Google Analytics alapján nézitek az eredményeket, akkor figyelembe kell venni természetesen a célróas meghatározásnál, hogy mi az a váltószám, amit beke, ami alapján be kell állítanatok a célrost a Google Ads-ben, annak érdekében, hogy esetleg Analytics-ben kijöjjön a kívánt uh, ROAS érték. Úgyhogy erre mindenképpen figyeljetek oda. Aztán következő viszonylag kevesen uh, értik és kevesen használják a shopping kampányoknál a új vásárlószerzés típusú kampánycélt, cél, kampány ami figyelembe veszi azt is a licitálásnál, hogy mennyit ér nekünk egy új vásárló megszerzése, és ennek függvényében e, tudja e, beléptetni az aukcióba a shopping beli termékenket, és, e, és ezáltal tud segíteni nekünk új vásárlók új potenciális vásárlók elérésében, és további pozitív eredményeket tud szállítani. Abban az esetben, ha esetleg kimaxoltátok már a shopping kampány lehetőségeit, vagy úgy gondoljátok, hogy, hogy ez lehet a vonal a további nyújtózkodásra. Performance Max esetében legfrissebb információm szerint nem érhető még el a új ügyfélszerzés cél, de ez csak idő kérdése, és ott is ö, működni fog, ö, és használható lesz majd PMAX kampányok esetében is. Aztán területi célzás alapbeállítás szerint, ö, azt, ö, és ez csak shopping kampányokra vonatkozik, Performance Max esetében ez már ö, eleve ö, az általunk optimálisnak tartott formában működik, de Shopping kampányoknál alapbeállítás szerint a kampány beállításainál, a területi célzás beállításainál van egy ilyen plusz legördülő menü, ahol alap esetben hely adatok vagy érdeklődés alapján olyan országokból indított keresésekre is megjelenhetnek a shopping hirdetések, ahová egyébként nem is szállítotok vagy nem is tudtok szállítani és ezzel a beállítással ezt felül bírálhatjátok, és hogyha csak Magyarországra tudtok például szállítani, akkor ezzel megelőzhető, hogy egy néhány százaléka a shopping költésnek az olyan országok beli megjelenésekre kerüljön Ahová alapvetően nem is szállítotok, mint itt például ez a példa mutatja. Ennél a konkrét kampánynál megjelentek például a shopping termékek Németországból, Egyesült Államokból, stb. indított keresésekre is. Érdemes felülvizsgálni ezt a beállítást, és, és ezáltal egy picivel néhány százalékkal adott esetben még hatékonyabbá tenni a shopping kampányokat. És euh, még egy dolog, mielőtt rátérünk, nagyon fontos, hogy beszéljünk a, a célos meghatározásról, mielőtt rátérünk az üzleti fókuszú euh, kampánymenedzsmentre. Ugyanis nagyon sokszor találkozunk még mindig, azzal, hogy A. nincs beállítva célrós a shopping vagy performance max kampányokhoz, vagy a célrós nem az üzleti, illetve megtérülési szempontoknak megfelelően van beállítva, hanem érzésre, vagy hasból, vagy valamilyen ö, random elhatározásból Történik a, a cél célroas meghatározása. Ugye ehhez kettő dolgot kell tudni. Az egyik, ha nem adunk meg egy kampánynak célrost akkor alap esetben a rendszer 200-as roasra fog optimalizálni. Nyilván előfordulhat az, hogy ha jól működik a kampány, akkor ennél magasabb lesz az a, a, a valós roas, amit a statisztikában látok. De ha nem állítotok be, célost, akkor értem szerint nincs kontrollatok a fölött, hogy milyen megtérüléssel, milyen hatékonysággal fussanak a kampányok. A célos meghatározására pedig azt szoktuk mondani, hogy érdemes figyelembe venni azt, hogy A. mi a kampány célja, B. milyen termékek, milyen áréssel és milyen hatékonysági szint mellett tud megtérülni az, hogyha egy X áréssel, mondjuk 30% áréssel forgalmazott termék, ezres, vagy 1500-es, vagy 2000-es rohossal kerül értékesítésre, és a másik oldala pedig, hogy értelmeszerűen minél magasabb rohass célrohast állítunk be, annál szigorúbbak a, vagyunk a rendszerrel kapcsolatban, annál magasabb az elvárásunk, ezt pedig a konverziós értékre van szerint negatív hatása, úgyhogy mindenképp érdemes elgondolkozni és jól megválasztani, és kitapasztalni azt a célos beállítást, ami adott esetben a konkrét webshop területén üzletileg megéri. Tehát nem veszteséget termelünk azzal, hogy túl alacsony a célosunk, és ezáltal a, a nap végén nem marad árés és nem marad profit az adott termékből, vagy termékcsoportból, illetve nem korlátozzuk a megjelenéseket, nem korlátozzuk a, a shopping kampányok elérését egy indokolatlanul magas célrólás beállításával. Na de, van azért itt több is a shopping kampányokban és a shopping optimalizálásban, mint az, hogy egyetlen kampányban beállítunk egyetlen célrólást, mert hogy kilátott már olyat, ahol egy webshop minden terméke ugyanakkor a haszonkulcssal rendelkezik, ugyanakkor a szezonalitással rendelkezik, ugyanannyira fontos, ugyanakkor a raktárkészlet esetleg az összes termékből? Ilyen nincs. Ezért ö, felületesen ö, azt is el lehet mondani, hogy egy darab, shopping kampányjal, messze nem lehet kiaknázni a, a kampányban rejlő lehetőséget. Lehet nagyon jó és nagyon szép eredményeket elérni egy shopping vagy egy performance max kampányjal, viszont onnantól sokkal izgalmasabb a dolog, hogyha szegmentáljuk ezeket a kampányokat valamilyen üzleti cél, üzleti szempontrendszer alapján. Erről szól a Shopping for Business Objectives keretrendszer, ami segít az elkereskedőknek kialakítani olyan shopping kampány struktúrát, ami összhangban van az üzleti céljaikkal. És itt kampány struktúráról beszélünk, tehát eleve több kampányról, és a termékek, termékcsoportok üzleti célú csoportosítása, szegmentálásáról van tulajdonképpen szó, szó, azaz egy ROAS fókuszú szemléletmódon túl arra ad választ, hogy abban próbál segíteni, hogy egy termék mennyire fontos és milyen hozzáadott üzleti értéke van. Mégpedig ezt úgy segíti, hogy egy keretrendszert ad azzal kapcsolatban, hogy milyen üzleti célok lehetségesek a, az a, a termékeknél, hogyan lehet ezen üzleti célok mentén szegmentálni, és az egyes céloknak megfelelően optimalizálni az egyes shopping kampányokat. Itt egy, egy rövid példán keresztül mindjárt levezetem, hogy mire, mire, is gondolok, és akkor egy picivel talán világosabb lesz, hogy hol lehet itt, itt a roason túl is gondolkodva tényleges üzleti eredményt elérni. Vegyük két terméket, amely eltérő roas célra, vagy eltérő rohassal üzemel, azonban az egyik terméken alacsony marginunk van, a, illetve a készletünk is alacsony belőle, a másikon jobb marginunk van, és, és készlet is van belőle bőven, tehát tudunk nyugodtan értékesíteni. Belátható, hogy utóbbi terméket, ezt a, a b jelű terméket alacsonyabb rohass mellett is megéri futtatni és értékesíteni, mint az alacsony marginú, alacsony készletű terméket. Ezáltal ilyen szemmel szétbontva a kampányokat és szegmentálva a termékeket, a jobb oldalt, a B kategóriába eső termékeket nem korlátozzuk egy fölöslegesen magas rossal, Jobb elérést, magasabb uh, impression shirt uh, tudunk vele elérni, mindezt úgy, hogy közben a kampányunk profitábilis marad, miközben az alacsonyabb uh, marginú termékeknél egy magasabb róas cél a szintén profitábilis tud maradni a nap végén. Uh, és nem korlátozzuk egymást is. És, uh, és uh, erre vonatkozóan, nem csak marginra lehet optimalizálni, lehet készlet alapján optimalizálni, lehet szezonalitás alapján optimalizálni, lehet egyéb üzleti célok alapján szegmentális optimalizálni. A lényege az egésznek az, hogy ne elégedjünk meg egyetlen kampányjal és egyetlen célnal, mert hogy nagyon ritka, sőt, nincs olyan, hogy, hogy minden termék egyforma. És ö, több száz-több ezer termék esetében különböző beszállítók, különböző márkák, különböző készlet, különböző ár is, mind-mind-mind különböző. Ennek a leképezése a shopping kampányokban oda tud vezetni, hogy a nap végén egy hatékonyabb üzletvitelt tudunk elérni a shopping kampányokon keresztül, és ö, és mindegyik terméket úgy tudunk kezelni, ami az adott terméket termékcsoporttal a tényleges célunk. Vegyünk, vegyünk akkor most két terméket, és ezen keresztül megpróbálom megmutatni azt, hogy mi történik a Shopping for Business Objective keretrendszer alkalmazása nélkül, és azzal, azzal együtt mi történik ezzel a két termékkel. Van itt egy Adidas cipőnk, amelyről tudjuk, hogy jó az árésünk rajta, és van belőle, van belőle bőven készletem. Ezért SFBO nélkül ugye arról szól a dolog, hogy minden termékre ugyanaz a, ugyanaz a licitünk, még. Shopping for Business Objectives keretrendszerben erre a konkrét termékre a magas ár és a magas készlet miatt plusz licitet tudunk allokálni. Ezért eltér és szegmentáljuk a termékeinket ezen mutatók alapján, Még a másik termékünk egy másik cipő, itt alacsonyabb az ár ezen a, a, a terméken, ezért itt alacsonyabb CPC-t fogunk csak adni ezért a termékért, nem akarjuk a teljes árésünket elhasználni licitekre, ezért megkülönböztetjük a két terméket árés, illetve készleti információk alapján. Mi történik ebben az esetben? Ugye nem ugyanaz lesz a licitünk, hanem árés alapján Különböző licittel indulunk neki az aukciónak, illetve bízunk rá gyakorlatilag a, az algoritmusra, vagy adunk információt az auto bidding megoldásnak, hogy melyik termék mennyire fontos és mennyire nyomhatja a gázt adott esetben. Ö, első esetben ugye az adott költség. Mellett, magasabb roast mellett ö, van adott bevételünk, második esetben ö, egy alacsonyabb össz roast mellett ö, elérünk ö, egy másik számot bevételben. Azonban, amiről ez az egész szó, hogy nem állunk meg itt az elemzésben, és nem csak a roast és nem csak a bevételi értéket nézzük, mert ez. Üzleti szempontból nem feltétlenül célra vezesszük. Hanem megnézzük azt is, hogy, hogy miből származik ez a bevétel, milyen ár és tartalmú termékekből származik ez a, a bevétel, és milyen profitot tudunk realizálni PPC költségek előtt, illetve PPC költségek levonása után. És látható, hogy nem mindegy, hogy a Ö, alacsonyabb árésű ö, termékből adunk el fix ö, költség mellett. Valamennyit, vagy a magasabb árésű termékből adunk el. Ö, terméket, mert hogy a végén, amikor kiszámoljuk azt, és nem csak bevételig és rohasik számolunk, hanem profitot is nézünk, akkor értelmszerűen a hiába alacsonyabban rohasunk ebben a kombinációban, a profit, ami a végén marad, az magasabb lehet, még alacsonyabb rohas mellett is. Ezáltal segítettük a magasabb ár és terméket, hogy több megjelenést, több kattintást kapjon, nem korlátoztuk fölöslegesen, nem egy átlag e, ROAS mentén optimalizáltuk a kampányokat, hanem külön-külön kampányokba szegmentálva mindegyiket e, kategóriánként vagy csoportonként a megfelelő célróas mentén és megfelelő költségkerettel optimalizálva, a nap végén e, egy jóval optimálisabb költségeloszlás mellett magasabb profitot lehet realizálni ezen szemléletmód alkalmazásával. És akkor, hogy mire is van szükségehez, ehhez, hogyha ezen keretrendszer mentén szeretnétek a shopping kampányokat szegmentálni, optimalizálni. Elsősorban nagyon fontos, hogy tisztában Legyetek azzal, akár elkereskedőként, akár PPC-sként azzal, hogy mik az üzleti célok, mit szeretnék az adott termékkel, termékcsoporttal elérni. Az a célom, hogy profitot termeljek vele, az a célom, hogy behúzó termékként látogatottságot generáljak, és arra számítok, hogy Cross-Sell, lehetőséggel még további termékeket rak be a látogatóval a kosarába és tudok kosárértéket növelni, vagy az a célom, hogy a bent ragadt raktárkészletet mondjuk a szezonváltás előtt kiszórjam, vagy például a divatban jön az új kollekció, és ennek kell helyet csinálni, és az új kollekción profitot akarok termelni, a kifutó modellektől pedig meg akarok szabadulni, nem lehet ugyanazon szempontrendszer vagy ugyanazon célrólas beállítás mellett ezeket hatékonyan kezelni. Nagyon fontos, hogy ismerjük a termékportfóliót, miben különböznek az egyes termékek, milyen áréssel működnek, egyáltalán mi alapján szegmentáljuk ezeket a termékeket. Igen, ilyen lehet az ár és a készletinformáció, szezonalitás és, és hasonlók. Aztán nagyon fontos technikai megvalósítás irányából az, hogy ezeket a termékeket tudjuk felcímkézni, csoportosítani valami alapján. Legoptimálisabb és általunk leggyakrabban használt megoldás egyébként az, hogy a shopping feedbe, custom labelként felvisszük ugye azt, hogy melyik adott szempontból, mondjuk árés szempontjából, melyik csoportba tartozik a termék. És itt jellemzően 3-5 kategóriába szoktuk beosztani a termékeket, alacsony, közepes, magas árés, vagy, vagy 1-es, 2-es, 3 -es, -es, kategória, és tudjuk azt, hogy mondjuk az egyes ár kategóriához. 600-as rohast, célrohast rendelünk, a kettes ár és kategóriához 800-ast, az ötöshöz meg 1500-as célrohast rendelünk, hiszen kiszámolható, hogy adott ár százalékhoz hogyan, milyen rohast kell beállítani ahhoz, hogy a nap végén ez ne veszteséget, hanem nyereséget hozzon és termeljen. Ezáltal, ha mondjuk egy átlagos ezres roasra állítanánk be a teljes termékportfóliót, látható, hogy az eltérő roasok mentén tudunk egyrészt külön kampányba szervezve költségkeretet optimalizálni, másrészt pedig nem korlátozzuk azokat a termékeket egy fölöslegesen magas rossal, ami ahol alacsonyabb ross mellett is tudunk profitot realizálni. Ha megvan ez a csoportosítás, ezeket ugye lehet kiegészítő táblázatként, vagy egyszerűbb esetben Merchant Center szabályok alapján, különböző custom label-lel ellátni, majd pedig ezen custom label alapján a Google Ads fiókban lehet segmentálni ezeket a kampányokat. És onnantól fogva, hogy megtörténik a szegmentáció, értelmszerűen amint összegyűjt megfelelő adat az egyes kampányokból, ezeket érdemes elemezni, kiértékelni, tesztelni különböző beállításokat, hol lesz az a pont az egyes kampányoknál, ahol a legjobb eredményt, legjobb üzleti eredményt sikerült uh, elérni. És uh, röviden, tehát erről, erről szól a Shopping for Business Objectives keretrendszer. Nagyon régóta uh, használjuk, még ha nem is így hívtuk uh, annak idején, de ár- és optimalizálásban több projekten van nagyon jó tapasztalatunk, igenis hozzá tud tenni az eredményekhez plusz 10-20 százalékot legalább abban az esetben, vagy ahhoz képest, mintha egy vagy, vagy két intelligens shopping kampányban futtatnátok. Az összes terméket mindenféle szegmentáció nélkül, igenis tud plusz megjelenéseket adott esetben, és plusz forgalmat behozni, és nem csak plusz forgalmat, hanem profitot tud termelni a szegmentációnak és az üzleti fókuszú kampánymenedzsmentnek köszönhetően. Ha esetleg van kérdésetek, Akár ezzel, akár a shopping vagy performance max kampányokkal kapcsolatban, akkor, akkor itt vagyok, és a, a végére még egy szokásos ajánlatot azért még tartalékolunk nektek, ne menjetek még sehova. Várjuk a kérdéseket. Igen. Első kérdésünk tehát szegmentálással kapcsolatban Pétertől. Az lenne a kérdésem, hogy három csoport rosszul a akkor ezben három shopping kampányt hozol. Így van, három különböző shopping kampányt hozol létre, mindegyikbe csak azokat a termékeket engedett be, amik az adott csoportba tartoznak, a többieket értelmszerűen kizárod, és ennek megfelelően ennek megfelelően az egy, tehát az üzleti céloknak megfelelően a, az egyes kampányoknak a költségkeretét, illetve célrólsát tudod szabályozni, és több mozgás tered van, mint hogyha csak egy kampányal dolgoznál, egy költségkerettel, egy célossal, egy, egy picit, picit jobb kontrollod van, és segítesz a rendszernek is abban, hogy melyik termékkel mi a célod, mi, miért fontos és mennyire fontos számodra. jönnek közben a, a kérdések. Következő Andrástól, működik-e már PMAX esetén a shopping komponens elkülönítése, hogy kimutatott hogy legyen a cél és költség? Ugye, nagyon jó kérdés, köszönjük szépen. PMAX esetében nem látunk, illetve nem ad nekünk riportot a rendszer azzal a kapcsolatban, hogy a megjelenések, kattintások és ezáltal a költség, az hol realizálódik, shoppingban, vagy displayben, vagy videó részében. Erre van egy javaslatunk, van egy megoldásunk, ezzel kapcsolatban Roy Shopperes partnereinket a napokban fogjuk tájékoztatni, hogy milyen megoldással tudjuk követni a CSS költségeket, a csak, értelmszerűen csak a shopping, a PMAX shopping részére vonatkozó CSS költségeket, úgyhogy ezzel kapcsolatban fogunk még jelentkezni nálatok. Következő kérdés Viktortól. Az a kérésem, hogy amennyiben szeretnénk egy angol nyelvű feedet feltölteni a Merchant Centerbe, és azt hirdetni PMAX-ban az EU több országában, a landing page és feed nyelve és angol, a merchant centerben az értékesítés országának mit kell beállítani, mert ugye ennek a feednek a nyelve angol, viszont nem a UK lenne a célországa. Ugye a merchant, illetve a shopping hirdetésekkel kapcsolatban az a szabály, hogy jellemzően az adott célország saját nyelve és az angol nyelv működik és beállítható. Azaz, ha van egy, van egy feedetek és weboldalatok, amely angol nyelven működik, az angol nyelv minden országban ö, működik, akkor a, a Merchant Centerben eleve így kell feltölteni a feedet és ö, több országra is megadni azt, hogy ez a feed több országra is érvényes. Nyilván ilyenkor érdemes odafigyelni a szállítás és egyéb ö, adatok ö, megadására, és a az esz pedig a PMAX kampányt ezekre az országra célozni, vagy akár országonként külön-külön PMAX kampányt indítani, most így hirtelen fejből, de, de alapvetően működik, csak mind Merchant Centerben, mind esz a megfelelő beállításokat több országra vonatkozóan ki kell választani. Aztán következő kérdésünk. Performance Max kampányra való váltás során meglévő jól teljesítő intelligens shopping kampányt kikapcsoljam, vagy futhatnak együtt? Bence kérdése. Gyakran uh, találkozunk ezzel a kérdéssel. Performance Max kampány gyakorlatilag kiváltja az intelligens shopping kampányt. Azaz, ha nem állítod le, akkor, uh, akkor is fölül írja, és egy magasabb prioritással rendelkezik a Performance Max, tehát egyébként is ö, le fog állni a meglévő Intelligent Shopping kampányod. Ezért a best practice az, hogy jelenleg, még most ö, áprilisig, hogyha új Performance Max kampányt indítasz, akkor ugyanarra a termékcsoportra ö, futó Intelligent Shopping kampányt azt ö, le kell kapcsolni, ahogy az a Performance Max. A mi tapasztalatunk egyébként az, és jelenleg ezen elvek szerint indítunk új kampányokat, hogy ha meglévő, jól teljesítő intelligens shopping kampányunk van, akkor még ezt nem váltjuk le Performance Max kampányra, hanem megvárjuk az áprilistól majd elérhetővé, fokozatosan elérhetővé váló egyklikkes Performance Max kampányra való upgrade lehetőségét a Google Ads-ben, aminek az lesz majd az előnye, hogy nem fog újra tanulni a rendszer a Pmax indulásakor, hanem minden megy tovább tanulási időszak nélkül, azaz egy mindenféle kockázat nélkül tudod majd upgrade a meglévő intelligens shopping kampányaidat Pmax-ra. Azonban, ha nem jól teljesít, vagy nem vagy elégedett a, a shopping kampány teljesítményével, akkor azt mondanám, hogy vállalt be is indíts egy új Performance Max kampányt, illetve ha nincs shopping kampányod, és most indi, indulnál el, akkor meg eleve Performance max al érdemes indulni. Ahogy, ahogy mondtam, korábban is legalább az intelligens shopping kampányok teljesítményét hozza, sőt, sok esetben ugye az elérhető extra inventory és egyéb optimalizálások miatt ennél jobb eredményt is tud elérni. Azonban jelenleg kockázat, hogy tanulási időszak van, és ebben a tanulás, egy-két hetes tanulási időszakban bizony nagyon hullámzó is tud lenni a PMAX kampány teljesítménye. Ez fogja majd kiszűrni, vagy kerülni az egyklikkes upgrade, ami majd az április, tehát Q2-ben válik elérhetővé a Google Ads fiókokban. Következő kérdésünk. Egy több száz vagy több ezer termékes webshopnál technikailag a szétbontás hogyan valósítható meg? Hogyan érhető el, hogy automatikusan bekerüljenek az új termékek is ebbe? Legegyszerűbb megoldás, vagy ppc szempontból a legegyszerűbb megoldás, ha ez a feedben megoldható, hogy akár a webshop motor, vagy a plugin, vagy valamilyen megoldással, vagy külső szoftveres megoldással bekerüljenek a feedbe az árés alapú szegmentációk, vagy akár a konkrét árések az adott termékre vonatkozóan, és akkor mondjuk egy szabályjal tudsz már csoportosítani Merchant Centerben. Tehát, hogy ezt mindenképp automatikusan kell megoldani a feed generálás kor ilyen termékszámnál és gyakran változó termékeknél, vagy fejlesztői, ilyenkor egyedi webshop esetében fejlesztői segítséggel. De, de mindenképp automatizáltan optimális ezt, ezt megoldani. Máskülönben extrém manuális munka most egyesével mindig figyelni arra, hogy oké, okay, van egy új termék, akkor ezt milyen kategóriába rakjam, Értem, szerint nem fenntartható, ezt e, e, ilyen esetben automatizáltan szoktuk fejlesztői segítségen megoldani. Attila kérdése. Ezeknél a szegmentálásoknál a PMAX-ban eszeteket készítünk különböző brand és profit szempontból, ott is működik már jól, vagy akár jobban, mint a sima shopping. Próbálom feldolgozni a kérdést. Ugye PMAX-ban az, az eszetek egy kampányon belül tudsz ugye eszetgrupokat létrehozni, ez, ez, arra, ez arra szolgál, hogy Különböző kategóriánként, vagy vagy általad választott csoportosításokkal, de különböző üzenetet, kreatívot, videót, stb. tud megjeleníteni az általad választott asset grupok alapján. Viszont, ha ez egy kampányban van, akkor ugye nincs lehetőséget költségkeret, illetve célos szegmentálásra ezért mindenképpen azt mondanám, hogy ha már szegmentálsz, akkor külön kampányba szegmentálj, hiszen akkor tudsz különböző célokat meghatározni az adott termékszegmenshez. Zsolt kérdése, Fidru használatával elemcsoportokat csoportokat érdemes létrehozni egy Pmax hirdetésben, vagy más-más Pmax-ban érdemes inkább használni. Ugyanaz a válaszom, mint az előbb, külön kampány, ezáltal külön költségkeretet, külön célt tudsz meghatározni, külön célról is tudsz meghatározni az egyes termékcsoportokra, és így van igazán értelme az egész szegmentálásnak. Aztán. Van még bőven kérdés. Szia, Zoli, SFBO kampány gyakorlatban hogyan tudunk elindítani? Nagyon fontos, ahogy mondtam, hogy először is legyen meg az a szempontrendszer, ahogy ami alapján külön csoportosítod a termékeket. Ez nem, nem egy, nem, az SFBO nem egy külön kampány típus. ez ugyanolyan kampány, mint a többi ez egy szemléletmód, vagy egy keretrendszer ahhoz, hogy hogyan csoportosíts, hogyan optimalizáld és szegmentáld a kampányaidat. Azaz, ez ugyanolyan kampány lesz, mint a többi, csak egy Smart Shopping kampány, vagy egy Performance Max kampány helyett az üzleti szempontok szerint csoportosított termékekre külön-külön kampányt indítasz, külön céllal külön költségkerettel, külön célolassa. Ez a lényege, röviden. Oké. Okay. Aztán Máté, új fiók esetében van még értelme ezt mások indítani, vagy már inkább Pmax, egyértelműen Pmax, új fiók, új kampány esetén. Pmax egy uh, upgrade-et megspórolsz magadnak, újonnan már nem indítunk Smart Shoppingot, mindenhol Pmax-ot indítunk. Oké, okay, Attila, örülök, hogy sikerült megválaszolni. Zsolt, szintén szuper, nagyon örülök. Új SSC és új Pmax esetén mennyi a jellemző tanulási időszak? Konverzió számtól függ, Jellemzően nagyon sok konverzi. Inkább azt mondanám, hogy egy száz fölötti konverzió számra szüksége van a rendszernek ahhoz, hogy tanuljon. De nem mindegy, hogy ezek a konverziók milyen gyorsan ö, kerülnek be a rendszerbe. Azoknál a fiókoknál, ahol havi szinten több száz konverzió van, ott néhány nap alatt betanul, maximum egy hét alatt betanul mind a Smart Shopping, mint a Pmax, ahol ennél kevesebb konverzió van, ott, ott akár két-három hétig is eltarthat a tanulási időszak. Ezen tanulási időszakban is jó teljesítménnyel tudnak futni ezek a kampányok, ez nagyon fontos, viszont el kell fogadni azt, hogy vannak benne hullámzások, vannak jobb-rosszabb napok, ahogy, ahogy tanul az algoritmus, és az idővel ellaposodik vagy eltűnnek ezek, ezek az extrémek, és ugyanez nem csak teljesítményben, hanem költésben is meglátszik tanulási időszakban. Ugye simán előfordulhat az, hogy a beállított napi költségkeretnél többet is eltölt a, elkölt a kampány, ettől nem kell megijedni. Ugye a szabály az, hogy 30 napos időszakban a beállított napi keretnek a, a aktuális szorzatára kihozza a, a rendszer a, a költést, de a jellemzően a tanulási időszakban lehetnek ö, akár extrém hullámzások is, mint költésben, mint teljesítményben. Aztán ö, mikor javasolt átállni shoppingról PMAX-ra? Öhm, shoppingról PMAX-ra ugye kettő-három öh, fázisban lehet átváltani. Jelenleg itt Q1-ben még ott vagyunk, hogy manuális átállás öh, működik öh, PMAX-ra, azaz leállítod a shoppingot, elindítod a PMAX-ot, a PMAX újra tanul, stb. Q2-ben április-tól júniusig terjedő időszakban meg fog jelenni a Google Ad fiókokban az upgrade lehetőség, azaz eldöntheted, hogy mikor állsz át shoppingról Pmax-ra, akár kampányonként, vagy az összes shopping kampányt egyszerre átállítod, és nem lesz tanulási időszak, minden megy tovább a régiben innentől fogva nem kell figyelni azt, hogy most kisebb forgalmi időszak, stb. Fogod, átkattintasz, upgrade -el és működik. Q3-ban, azaz júliustól szeptemberi időszak, terjedő időszakban pedig minden intelligens shopping kampány, ami még nem került átalakításra, azt a rendszer automatikusan upgrade-elni fogja Pmax-ra. Azaz, Szeptember végére a terv szerint el fogunk odaérni, hogy nem lesz több intelligens shopping kampány, egy fiúkban sem, mindenhol a performance max kampányok fognak futni. Innentől fogva, vagy valaki megvárja a Q3-at, vagy Q2-ben él az upgrade lehetőségével, ennek onnantól fogva, hogy ez lehetővé válik, nulla kockázata lesz nulla tanulási időszakkal minden megy tovább a régiben. Smart Shoppingból Pmax lesz, és uh, nyilván meg kell adni majd a plusz kreatívokat, videót, ami ugye Pmax-ban több, mint a, az intelligen shopping kampányokban, erre érdemes majd az upgrade során odafigyelni. Pmax mellé display vagy kereső kampány javasolt-e Zsuzsanna kérdése? Uh, mindenképpen. Pmax nem csodaszer, nem, nem, tud csodát tenni, kell hozzá jó kampánystruktúra, jó alapbeállítások, és ugye van egy táblázat is arról, hogy milyen esetekben kap prioritást a Performance Max kampány. Exact Match kulcs szavak esetében továbbra is a hagyományos keresési kampányok fognak prioritást képezni. Egyéb tekintetben pedig display kampányoknál az adrank alapján fogja eldönteni a rendszer, hogy a display kampányt jelenti, vagy a performance maxot. Én továbbra is azt mondom, hogy egy p max nem lehet teljes kampánystruktúrát kiváltani, futtassuk továbbra is a meglévő kampányokat, és dönts el a rendszer, hogy Edrenk alapján melyiket jeleníti meg. Aztán keresem itt, még van egy pár percünk. Mi az a minimum konverzió per hó kampányunként, amíg érdemes több kampányra szegmentálni a fiókot? Nagyon jó kérdés, Krisztián. Azt szoktuk mondani, hogy egy legalább 50 konverzió per kampány legyen mindenképp az új struktúrában is. Havonta, annak érdekében, hogy az algoritmusnak legyen elég adata az optimalizáláshoz. Ezért érdemes figyelembe venni, hogy hány a, 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 historikus konverzió számot, amikor eldöntöd azt, hogy hány kampányra bontott szét mondjuk árés alapján a shopping kampányaidat és úgy csoportosítani a termékeket, ugye ezt, erről tudsz termék vagy custom label szintű statisztikát lekérdezni, és, és ez alapján, historikus adatok alapján eldönteni, hogy hol húz meg a a határokat mondjuk árésben, milyen csoportokat, milyen tartományokat alakíts ki, és ö, úgy, hogy legyen mindegyik kampányban ö, elegendő számú konverzió ahhoz, hogy tudjon tanulni a rendszer. Mennyit számít a videó meglétel minősége egy pémasz kampány esetében? Mennyivel jobb, mint az automatikusan legenerált videó? Balázs kérdése. Hát, ha láttatok már ilyen automatikusan legenerált videót, akkor, akkor szerintem egyetértünk abban, hogy bármi jobb, mint ezek az automatikusan generált videók. Úgyhogy mindenképp, ha rendelkezésre áll videó, akkor töltsétek fel, de azt mondanám, hogy ne tartson vissza benneteket a Pmax kampány indításától az, hogy jelenleg nincs mondjuk kéznél akármilyen videó, ettől függetlenül indítsátok el. Uh, tapasztalataink azért nagyon vegyesek, uh, de nem tudjuk pontosan, hogy mekkora része, a, vagy mennyit számít a videó uh, jelenléte, hiszen nincs erről erre vonatkozóan statisztika, úgyhogy csak tippelni tudunk az alapján, hogy ugye már Shoppingban nem volt videó, Pmax-ban van, akkor a kettő között Nyilván sok változó van, de mi lehet a különbség, vagy mi okozhatja a teljesítménybeli különbséget, részben a videó megléte okozza a jobb teljesítményt adott esetben a PMAX kampányokon. Aztán, ha fixen kevesebb konverzió lenne havonta egy előre tervezett kampánynál, az érdemes külön venni. Én nem venném külön abban az esetben, hogyha kevés a konverzió, és, 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 nem várható legalább 50 konverzió az adott kampányban, akkor azt, azt nem bontanám külön. Pmax melletti search kampány csak exact match legyen, nem, legyen ott minden releváns kulszó, minden formában, majd a rendszer eldönti, hogy a keresési hirdetéseknek, vagy a keresési kampánynak lesz jobb az edrenkje, vagy a Pmax-nak, és, és azt jeleníti meg, amelyik jobban működik, jobb konverziókat szállít, mindenképp legyen meg a meglévő vagy a szokásos kampánystruktúra, én még mindig azt mondom. Kell-e még remarketinggel külön foglalkozni, vagy ezt is rá lehet bízni a PMAX-ra? Ugye ez is része a, a PMAX-nak, remarketingné kampányok, vagy célzás esetében is, emlékeim szerint az a helyzet, hogy Edrenk alapján dönti el a rendszer, hogy a Pmax jelenik meg a remarketingben lévő közönségnek, vagy a külön remarketing kampány, de erre most nem mernék mérget venni, lehet, hogy csinálunk majd egy ilyen blogposztot is, hogy hogyan viszonyul a Performance Max a, a meglévő kampány típusokhoz. Ez nagyon izgalmas kérdés. Ha lassan, lassan lejár az időnk. Köszi szépen mindenkinek a, a kérdéseket. Egy utolsó slide még nektek. Ha még nem, nem használtak a Roy Shoppert és az általa biztosított licitelőnyt, akkor jelentkezzetek most, cspkukacgrowdigital.com, címre írt e mail az első öt új jelentkezőnek, aki még nem használ Rói Soppert ingyenes próbahónapot, biztosítunk, ahol meggyőződhetsz arról, hogy ez tényleg működik, és tényleg ott a, a licitelőny, és ezen felül még egy fél órás shopping konzultációt is valamelyik kollégámmal, aki segít, akár shopping, akár PMAX, kampányok kapcsán, hogy kihozd a maximumot a kampányaidból. Köszi szépen a mai figyelmet, köszönöm a rengeteg kérdést, remélem sikerült valami hasznosat elmondani, ha kérdésetek van, megtaláltok bennünket, és találkozunk a következő webináriumon, amiről ér értesülhettek majd szokásos csatornáinkon. Ha pedig bezárjátok ezt az ablakot, uh, mielőtt bezárjátok egy értékelést, uh, nyomjatok ránk. Köszi szépen, sziasztok, további szép uh, napsütéses délutánt kívánok nektek. Sziasztok!